Tisztelettel köszöntök mindenkit! Mint a melléket mutatja, most következő néhány percben a paradicsomról szeretnék egy-két gondolatot megosztani önökkel. Így sem tudom mindenre kitérni, hisz, nagyon összetett a paradicsom termesztés és a tápanyagutánpótláson, növényvédelmen keresztül nagyon-nagyon sok problémával kell megküzdködni egy szezon alatt, a házi kertben is, és mint itt, ahol vagyunk, egy te termelői rendszerben is. Itt is három élettani problémára szeretnék kitérni. Felülelvezet egy picit azt a tápanyagutánpótlás és növényvédelmén kívüli dolgokat, amik érdekelhetik akár a házi termesztésben is érintetteket. A paradicsom esetében nagyon fontos a kálcium utánpótlása, mint tudjuk, sőt az összes növénynél kiemelt van a kálcium utánpótlásának. Ez a kálcium arány, megfelelő tápanyag arány adja meg a tartóságát, a ellenálló képességét a paradicsomnak, nem utolsó a pulton tarthatóságát is, nyilván a kálium után ez az az elem, ami leginkább fele a minőségét a paradicsomnak. Ami nagyon nagy gond, a kálcium hiány, ha már kialakult, ezt visszafordítani nem tudjuk. Hát ez a folyamat befejeződik. Ez a bogyó eladhatatlaná válik. És ami itt is ugyanolyan fontos, mint minden más zöldségünk, ezt tudomásul kell vennünk, hogy a kálcium felvételre a paradicsom is nagyon érzékeny, tehát a hőmérséklet ingadozásával a kálcium felvetősége drasztikusan leromlik. Akár pluszba, akár mínuszba változik a hőmérséklet, 3-5 foknál nagyobbat, abban a pillanatban leáll a kálciumnak a felvétele a bogyó számára. A termés számára, ami a legsúlyosabb, hisz maga a növény ugyan túléli ezt a történetet, de a bogyó viszont már sérül és elhatatlaná válik. A másik ilyen gond, amit össze is szoktak néha keverni sajnos a paradicsom esetében is a kálciumhiányjal, az a kezdőrő baktériumos betegségeknek a megjelenése, és ha itt nem okszerűen résztartalmú szerekkel, sampionnal, kuproxáttal, kufferfuzulánnal próbálunk védekezni, akkor bizony ez komoly gazdasági kárt okozhat. És egyik bogyóról terjed tovább a fertőzés a másikra, és szülsőséges esetben akár az egész fűrt, vagy ne Isten, az egész bogyó rendszer sérülhet, lebetegedhet. A harmadik ilyen gond, amit szintén össze szoktak sűrűn keverni, majd mutatunk is erre példákat a későbbiekben, a napégés. A mai magyar klíma bőrünkön tapasztaljuk minnyáján, sajnos tolódik a szélsőség felé, tehát ezek a nyári nagy melegek, nem is annyira nagy melegek, inkább sokkal inkább a nagyon magas UV sugárzás az, ami bizony a termést, ha direktben éri, tehát nincs meg a megfelelő lomtakarás, akkor tönkreteszi, az oldalán egy elszíneződést okoz, egy kifehéredési tünettel jelenkezik. Ez még a kisebbik baj, de erre a sérülési pontra sajnos mivel ez egy lédús növény, a paradicsomnak a bogyó termése, szinte biztos, hogy rátelepszik egy másodlagos kórokozó, egy gomba kártétel, ne adj Isten, egy bocitis, egy szürkepenésznek a kártétele és ez szintén az állomány teljes lerúdásához vezethet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy határozottan el tudjuk különíteni mindjárt az induláskor, hogy milyen problémával állunk szembe. Nagyon nem mindegy, hogy ez a gond a paradicsom bogyó oldalán jelentkezik, mint ebben az esetben, ami a napégésre utal, vagy a bogyó csúcsán, ami nagy valószínűséggel a hiány kezdetét jelzi mindnyájunk számára, tehát érdemes azonnal erre gondolni, illetve hogyha lágy, rothadó, megtörve termés, mondhatnám büdös, szagos illatot érzünk, akkor viszont a baktérium lesz az, amire elsősorban gyarakodnunk kell, és ezek szerint kell kialakítanunk a védelmet. Tehát, amit mondtam, baktériumnál résztartalmú szerek, elsősorban a finomrezek, a kuproxát, esetleg a sampion, a kálcium hiány esetében ott viszont egyértelműen a vuxál kálcium, illetve a növény fejlettségétől függően a vuxál aminokál alkalmazása indokolt a megfelelő dózisban és koncentrációban. Napégésen Isten igazából nem tudunk mit tenni, árnyékolással, egyéb -egy technikai rendszerekkel lehetne védekezni, viszont ez néha rosszul sülhet el, hisz ez pára visszatartással, nedvesebb körülményekkel jár, ami szintén a későbbi a baktériumos fertőzés mértékét fokozza.